Nem csak a felvonuláskor jutott fontos szerepe az erdélyi Maldéfalváról érkező ifjúsági fúvószenekarnak. A kaszinókertben megtartott kulturális programsorozatot is ők nyitották meg. Erre a rendezvényre egy 34 tagú küldöttséggel jöttünk, a Madéfalvi Ifjúsági Fúvózenekar, a vezetőjük Berze Albert tanár úr, illetve a Rokolya Népi Dalkör csoporttal jöttünk, és 3 fellépés lesz. Madéfalván kifejezetten könnyű helyzetben vannak azok a szülők, akik szeretnék, hogy a gyermekeik tovább örökítsék a magyar kultúrát és hagyományokat. A helyi önkormányzat ugyanis ehhez minden támogatást megad nekik. Madéfalván a korábban volt egy fúvószenekar, ami idősekből állt, és az egy ide után gyakorlatilag megszűnt. És akkor eldöntött a helyi önkormányzat, a helyi vezetés, hogy gyerekekkel, fiatalokkal kell kezdeni el az újjáépítést, és most már mondhatni, ez 6.-7. éve, hogy működik a fiatalok, és jönnek be a újak, ahogy a nagyok felnőnek, esetleg elmennek egyetemre, helyettük jönnek be mindig az utánpótlás, de ugyanilyen kulturális csoportjaink vannak, a Merekje Néptánc csoport, de a labdarúgás és sportmozgalom is a faluban van. Tehát mi azt tartjuk, hogy az a 350 gyerek, aki 1-8-as a településen, abból legalább 200-250 valami plusz mellékfoglalkozásba civiként is kell tevékenykedjen, óriási a cserkészmozgalom nálunk, és hogyha nekik ebben úgymond van sikerélményük, örömük, eljöhetnek egy ilyen bukovinai fesztiválra Magyarországra, felléphetnek, és olyan élmények, olyan impulzusokat kapnak, ami által rájönnek, hogy megéri naponta, hetente kézbe venni ezt a hangszert, próbálni, vagy felvenni ezt a népviseletet, és gyakorolni, táncolni. Az erdélyi küldöttség tagjai, csak úgy, mint több hagyományőrző csoport, már visszatérő vendégeknek számítanak Bonyhádon. Azt mondhatom, hogy 2 év kihagyás után nagyon jó újra itt találkozni, sok-sok ismerős arccal, nagyon sok régi emberrel, de évről évre látom, hogy fiatalok is egyre többen be vannak vonódva. Mi már a tegnap reggel megérkeztünk, és részt vettünk a megnyitó ünnepségen, csodálatos volt a kultúrotthonban, és látom, hogy itt a Folklore Fesztiválra ráépült ugye a Magyarság Háza részéről, Tamási Áron emlékév, a Nemzetpolitikai Antitkárság részéről, és nagyon hasznos ez a találkozó. Már tervezgetjük az őszi programokat, a jövévi programokat, és mai nappal itt még nem zárul le a jelenlétünk, ugyanis holnap Kisdorogon fogunk részt venni a búcsú szentmisén, és ott is a gyerekeknek, illetve a dalkörnek fellépése lesz Kisdorogon. Madéfalvát 1000 és 1100 köti az anyaországhoz, és azon belül Tolna megyéhez. Ennek már sok éves hagyománya van. Mi úgy tartjuk madéfalviakként is, hogy a bukovinai székelyeknek a születésnapja az 1764-ben volt a madéfalvi veszedelemkor, és azóta szoros kapcsolat van, főleg ezt az utóbbi években, 2000-es években felelevenítettük, és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, valamint a környező települések és Madéfalva közösen évente több programon veszünk részt itt is és ott is. Ugyanakkor örvendünk, hogy a testvér településeken túl ugye Madéfalvának Bonyhád is testvér települése, de Somberek is, itt vannak mind a két testvér település. Tolna megye és Hargita megye is, most már a 3. éve egy testvér megye vagyunk, én Hargita megye önkormányzatát is képviselem itt a mai nap, és jó együttműködés van a két megye között.